Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornán. Van egy kutyám. Hát akkor üdvözöllek titeket megint a csatornám. Kis kutyám épp keresi a helyet. Egy tök jó projektet fogom ma csinálni, amit szerintem már 2 éve húzok. Úgyhogy elkezdjük ma. És remélhetőleg a héten be is fogom fejezni. Ez egy farmer kabát, az egyik legjobb barátomnak készül. És ilyen japán stílusú ilyen mindenféle tetoválás minták lesznek rajta, úgyhogy kezdjünk is bele. Szóval a mintát elkezdtem már egyszer kidolgozni a kabáthoz, viszont kell még neki egy kis aprólékosság, mert tényleg csak ilyen nagyon vázlatszerű az egész, úgyhogy ezzel fogunk most kezdeni. Eltartott egy darabig, de meglett a minta. Ugye ennyire ilyen félig kidolgozott ez, úgyhogy most csinálunk belőle egy rendes kidolgozott mintát. Elkészültem a mintával. Hú, hát nem mondom, hogy kis falat volt. Úgyhogy most elküldjük neki, és megnézzük, mit ér vissza. Elküldtem neki, és most várunk. Na szóval kész a minta. Módosítottuk a maszkot, meg egy helyen rátettem egy plusz virágot, mert fura volt, hogy bemegy alá, és nem volt ez igazi. Úgyhogy mutatom a kész mintát. Ez lett a kész minta, úgyhogy ez alapján kezdünk el dolgozni, és fogalmam sincs, hogy mennyi idő lesz, még elkészítem, de biztos, hogy nagyon sok. Jó reggelt mindenkinek! Tegnap befejeztem ugye a mintát, és ma fogok átmenni a stúdióba, amit látjátok a friss fejemből, kora reggel van. Ma fogok átmenni a stúdióba, és mivel nagyon hosszú lesz a munka ezzel a kabáttal, mert nagyon részletes mintája van, ezért mindig a meglévő rendeléseim mellett fogom csinálni, úgyhogy ez egy több napos projekt lesz, úgyhogy kezdjük is el! Itt is vagyok a stúdióban, már előttem van a kabát is. Ez egy Freeworld Jeans, egy sötétebb színű kabát. Először egy krétás alapozást készítek a kabátra, hogy utána könnyebben fel tudjam mérni, hogy hova kerül majd a minta. A krétás alapozás után a fehérrel való vázlatolás igazából a feladat. Elkészült az elejére a fehér vázlat. Most meg kell várni, még ez megszárad, és utána folytatom. Meg is száradt, most megfordítom, és a hallal fogom folytatni, mivel a halnak van egy virág része, ami ráhajlik a sárkányra a mintában, és így jobban el tudom helyezni, mivel a sárkánynak a farok része az szabad kezi lesz, tehát nem fogok arányosítást nézni, az szabad kezi lesz, és ahhoz kell, hogy pontosan lássam, hogy hol van a hal. Elkészült a halnak a vázlata is, úgyhogy most megvárom, amíg megszárad, és utána folytatjuk a sárkányt, ami egy kicsit macerásabb lesz, mert ugye az egész vég a bal kezén végigfut, úgyhogy ott részletében kell csinálnom, hogy megszáradjon és jól is nézzen ki. És az utolsó lépés pedig a jobb kezére lesz majd a tigris, úgyhogy vágjunk bele. Elkészült a vázlat, ennek most meg kell száradnia, és amint megszáradt, akkor leszedjük róla a maradék krétát, és utána felhúzom a vázlaton belülre a fehéreket. Ilyenkor ugye dupla réteg lesz az egyes fehér helyeken, tehát a vázlat helyén, így jobban fogom látni, hogy mihova kerül, viszont lesz egy fehér alapom. Úgyhogy most várunk. Sziasztok! Nem mondom, hogy majd egy gyönyörű, verőfényes napsütés van, de nem fogom kibírni, hogy ne folytassam a kabátot. Még itthon vagyok, most fogok összepakolni, és utána megindulunk be a stúdióba. És ma az alapozást fogom folytatni, ami annyiból áll, hogy ráhúzom a fehér alapot, és hagyom száradni a kabátot, és valószínűleg holnap fogom elkezdeni egyáltalán a színezést rajta. Úgyhogy induljunk is! Ali!
Szóval a fények nem lesznek a legjobbak, mivel eléggé esős idő van, viszont nem bírtam volna ki, hogy ne folytassam a kabit, úgyhogy most az alapozással fogunk foglalkozni. Igazából az annyiból áll, hogy egy fehér réteget felviszek azokra a területekre, amik később színesek lesznek, így sokkal erősebb színeket kapok a végén igazán. Mi már be is értünk a stúdióba, és el is kezdem készíteni a kabátot, ma színezést fogjuk csinálni, és előről fogok haladni, tehát valószínűleg a sárkánnyal fogok kezdeni, és hát ameddig szép fényünk van, ma addig csinálom, aztán megváltak a rendeléseimre. Úgyhogy kezdjük is! Sziasztok! Nem tudom, hanyadik napot kezdjük el, de most megcsináltam a halnak a színezését, és így marad a sárkánynak a farka körbe, ugye a karon, meg a tigris, úgyhogy sziasztok! Az utolsó napot kezdjük el a kabáttal, és nagyon izgulok. Igazából volt egy-két nap, amikor nem vettem fel videót, mert nagyon sok megrendelés volt, és párhuzamosan haladtam több mindennel, és úgy voltam vele, hogy csak magáról a folyamatról, hogy készül, arról veszek fel videót. Viszont ma kezdjük az utolsó napot. Holnap jön a Ramtin. Holnap veszi át a kabátot. Nem tudom, hogy reggel vagy este, de mindenképpen előre veszem, mert szeretném befejezni, és nagyon izgulok, úgyhogy gyorsan kezdjünk bele, és mutatom. Ma viszi el a Ramtin a kabátot, és meg volt a hőfixálás is, és én nagyon izgulok. Szerintem nagyon-nagyon szép lett, és mutatom. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett ez a videó. Ha szeretnétek hasonlót látni, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk egy következőben is. Sziasztok!